Kedves kolléganők, kolléga urak, tisztelt hölgyeim és uraim! Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Önöket a Magyar Gyógyszerészi Kamara YouTube csatornájának az indítása alkalmából. Csatornánkról hónapokkal ezelőtt döntött a Gyógyszerészi Kamara elnöksége. Ez a döntés beleilleszkedik azoknak a döntéseknek a sorába, amelyeknek a mentén a kamara igyekszik minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtani részben a tagjainak, részben pedig a gyógyszerfogyasztó, gyógyszerhasználatra szoruló betegeknek. Ennek a munkának a részeként jelentetjük meg több évtizede a Gyógyszerészi Hírlap című folyóiratot havonkénti rendszerességgel. Úgy szintén nagyon régóta működtetjük a kamara honlapját. Gyógyszerész kollégáink számára két hetente frissülő elektronikus hírlevelet jelentetünk meg, és tavaly előtt indítottuk el a kamara Facebook oldalát, illetve a kamarai tagok tájékozódását szolgáló zárt Facebook csoportunkat. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, a Magyar Gyógyszerészi Kamara YouTube csatornájának nézőit. Én Nagy Vilmos vagyok, ennek a YouTube csatornának a főszerkesztője. Az idei évben az országos elnökség döntése értelmében elindítottuk a kamarának a YouTube csatornáját annak érdekében, hogy az eddig meglévő már hagyományos felületeken kívül egy új, modern és vizuális felületen keresztül is tudjunk fontos információkat átadni, fontos információkat megosztani Önökkel. Megköszönjük, ha segítik a munkákat azzal, hogy feliratkoznak a YouTube csatornára, és így a videók alatt kommentekben is tudunk egymással kapcsolatot létesíteni. Örömmel fogadjuk a kérdéseiket, észrevételeiket, és bízunk benne, hogy ezekkel a videókkal tudjuk segíteni az Önök tájékoztatását, illetve a kedves pácienseinknek az információ eljuttatását. A YouTube csatorna elindításával kettős célunk van. Egyrészt szeretnénk gyógyszerész kollégáinknak a tájékozottságát, informáltságát továbbra is elősegíteni, és ezzel az új technikai lehetőséggel élve akár a konferenciákon, továbbképzéseken való részvételt is elősegíteni. Másfelől szeretnénk gyógyszerre szoruló betegeinknek egészségműveltségét, egészségkultúráját növelni, annak érdekében, hogy gyógyszerhasználatuknak az előnyeit minél inkább ki tudják használni, és tudják magukat óvni a gyógyszerek használatának a kockázataitól. Ezek a célok vezetnek minket. És ahogy a Gyógyszerészi Kamara eddigi kommunikációjára, hogy az ezt követő időszakra is azt tudom ígérni Önöknek, hogy informálni szeretnénk, és kollégáinkat és betegeinket is a manipulációtól mindenképpen szeretnénk távol tartani. Szeretnénk, hogy gyógyszerre szoruló betegeink egészségműveltségét minél inkább tudjuk növelni, elsődlegesen annak a célnak az érdekében, hogy a gyógyszerhasználat előnyeit minél inkább ki tudják használni, és ugyanakkor a kockázataival ne kelljen a későbbiekben számolni. Ez egy alapvető célkitűzése minden gyógyszerésznek és minden gyógyszertárnak. Végezetül tekintettel arra, hogy ez egy interaktív műfaj, arra szeretném kérni Önöket, hogy egyfelől nézzék meg a későbbiekben megjelenő híradásainkat, tájékoztatóinkat, osszák meg ismerőseikkel, kollégáikkal, másfelől bármilyen kérésük, javaslatuk van ezeknek az anyagoknak az elkészítését és a tájékoztatást illetően. Köszönettel és szívesen várjuk ezeket Önöktől.